Tisza Dezs egyházi életének kezdete kora középkori eredetre utal. Az 1332. évi pápai tizedlastromban már szerepel Dezs neve, amikor egy János nevű lelkész szolgált itt. Arról is szól az írás, hogy 1511-ben Fábián, dezsi presbiter szubszkribál a krakói egyetemen. 1589-ben Sajó Szentpéteri András, az abádi lelkész, a papi tized nyolcadának felvételéről szóló nyugtájában azt írja, hogy ő a dezsi lelkész is, ugyanis Dezs abád filiája. Az első népszámláláskor 1786-ban Tisza Dezs lakosságának zömét a reformátusok adták. 813 főnyi kálvinista református mellett 20 római katolikus és 9 görög-keleti vallású ember élt a településen. A falu vallási megoszlása 1930-ban kiegyenlítettebbé válik, az 1879 főnyi református mellett 1148 római katolikus és 18 egyéb vallású, ebből 9 fő izraelita él a faluban. Ebben szerepe van a dezs-tomai határrésznek is, hiszen ott a lakosság kétharmada római katolikus vallású. Sokat küzdött a szegénységgel a kis református egyház, de a roffi borbélyok áldozatkészsége s kivált Sárkány András lelkészük buzgó szolgálata mindenkor biztosították a létminimumot. 1792-ben már egy három és egy egymázsás harang állott a kissé rozzant haranglábon. A nehéz kezdetek után az egyházi élet akkor lendült fel, amikor Borbé Mihály fia, Sámuel, végleges lakását Dezsre tette át. Sámuel korai halála után özvegye, Görgei Borbála és fia Imre lettek nagy jótevői az egyháznak. A főkurátor Imre úr áldozatos munkájának köszönhető, hogy 1795-96-ban felépült a mai templom, 1801-ben a lelkészlak, 1803-ban az iskola. Ugyanezen évben Szűcs Istvánt választották meg lelkésznek, aki a 19. század első felét töltötte ki tisztes szolgálatával. Utóda Sőrés János volt, aki a század második felében szolgált itt. Egy évszázadon át e két derék férfi szolgálata állandóságot teremtett a dezsi egyház életében. Zökkenőt nem is ismer az egyház újkori élete, hiszen a borbélyok áldozatkészsége sem lankadt. Évről évre nincs egyéb feljegyezni valója az esperesi vizitációknak, mint az, hogy noha egyike a legkisebb egyházainak, mégis a legjobb rendben, a legtűrhetőbb állapotban van. 1861-ben minden akadály nélkül készek a népképviseleti presbitériumot megalakítani. 1870-ben 1100 forintos költséggel iskola építésébe kezdenek. 1871-ben a községtől kapott telken felépítik az új iskolai épületet. Kiadós javadalmat jelentett az új díjlevél, de az iskolába lelket Ince tanító öntött. A 80-90 növendék kezében csak az 1850-ben kiadott Szent História van, a többit Ince szakértelme pótolja. A Heves Nagykunsági Református Egyházmegye múltja című könyvben Tóth Dezső tiszakürti református lelkipásztor által készített leíratban elolvasható az a tiszteletre méltó névsor, amelyben az egyház lelkészeinek nevét örökítették meg. A sort 1646-ban Szántai István nyitotta meg. A lelkészek között a már említett Szűcs Istvánon és Sőrés Jánoson kívül 33 évig szolgált Gyüre László, 1935 és 1952 között Szappanos Károly, és 1952-től 28 esztendeig Ábrahám Antal volt a falu lelkésze. Thank you.
néhány adat a templom harangjairól. A nagy harang felirata. Készítette a tiszadelzsi református egyházközség a háborúba elvitt harang helyett. A kis harang felirata. Az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom. Mindkét harangot a Bécsből Sopronba települt Schelthoffer Figyes és fiai készítették a soproni harang- és tűzoltószergyárban. A felirat szerint 1906-ban. Befejezésül nézzenek szét a református templom tornyából, koranyári hangulattal búcsúzik tőlünk Tisza Dezs.